Ebben az előadásban én tulajdonképpen az összes felbukkanó női karaktert alakítom, mert egy kicsit ilyen mozaikos összetételű, kis felvillanásokat, jeleneteket látunk ebben az életszakaszában a főszereplőnek. Úgyhogy az édesanyjától a nagyszerelmén keresztül, az osztálytárs lányon át a tanárnőig mindenféle színes karaktereket játszom, és azt hiszem ez is benne a legnagyobb kihívás, és egyben, amit én a legjobban élvezek. Nagyon szeretek sok különböző dolgot csinálni egy előadáson belül. Az első gondolatom az volt az olvasópróba után, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudunk egyszerre szólni a kamasz nézőinkhez, akik most éppen benne vannak ebben az élethelyzetben, és a felnőttekhez, akik mindnyájan másképp emlékeznek erre az élethelyzetükre, és hogy ez a helyzet, amit mi kreálunk, ez hogy lesz mindenkinek olyan, hogy érzelmi reakciót váltson ki belőle. Ez tényleg nagyon izgalmas feladatunknak tartom. Amikor sok karaktert alakít az ember egy előadáson belül, az technikailag egyébként nem nehéz, mert hogyha kitalálod, hogy az az adott karakter hogy beszél és hogy mozog, akkor egyszerűen csak tartanod kell magad ezekhez a külső jegyekhez. A nehézsége inkább az, hogy a belső töltet hiteles legyen minden karakternél, hogy ez mégis csak én vagyok mindegyik ilyen figura mögött, és hogy ez a figura egy valódi ember legyen, ahhoz kell az én valódi emberségem, hogy ezt egy ilyen nagyon rövid kis villanásban is ott legyen mindig, az egy nagyon nehéz, de nagyon jó feladat. Ezt egy picit úgy kell elképzelni, ezt a színpadi teret, mint hogyha egy ilyen aréna koncert lenne, hogy van középen egy köralakú pódium, és körülötte vannak a nézők. És ez szerintem egyrészt nagyon vonzó, hogy egy szokatlan színházi tér, egy szokatlan megoldás. Másrészt meg szerintem az benne nagyon izgalmas, hogy van egy ilyen 360 fokos kitettséged neked színészként. Tehát, hogy nincs egy olyan pontja, vagy helye még a fizikai térnek se, ahol te megpihelhetsz és kiengedhetsz, hanem folyamatosan ott vagy, folyamatosan jelen vagy, és tényleg a nézők mindenedet látják egyszerre. Ez szerintem nagyon szokatlan a színészek életében is, nekem legalábbis nagyon kevés ilyen előadásom volt életemben. Úgyhogy ez biztos, hogy egy olyan feladvány, ami, hogyha jól csináljuk, akkor valóban, mint egy aréna koncerten, rockstárság érzés lesz, de ehhez még nagyon sokat kell dolgoznunk.